Viktor Moszkot, Big Blue Caprik. Tisztelt hölgyeim és uraim, kedves barátaim, nagy-nagy szeretettel köszöntök mindenkit a Magyar Tudományos Akadémia DAP Klub nevében, Sándor Margit fotográfus, Amerikai Pillanatok című megnyitóján. Mielőtt átadom a szót Rácz István professzor úrnak, a Magyar Tudományos Akadémia DAP Klub elnökének, fájdalmas kötelességemnek kell eleget tenni. Ez év február 22-én elment Virág Tibor, majd április 6-án Szabó András örök álomra hajtotta fejét. Jó barátok és nagyon jó előadó művészek voltak. Közel két évtizedig kápráztatták el Debrecen irodalom kedvelő közönségét. Minden köszönünk nektek. Nagyon hiányoztok. Nyugodjatok békében. Kérem. Egy perces főhajtással emlékezzünk rájuk. Köszönöm szépen mindenkinek, tessék helyet foglalni. Igen, jó szívvel emlékeztünk az eltávolodtakra,
A másik gondolat viszont az örömé, mégpedig az, hogy újra együtt lehetünk. Biztos vagyok benne, hogy mindenki régen várt már erre az alkalomra. Mindig nagyon szívesen szoktam köszönteni az itt megjelenteket, de ennyire szívesen még sohasem köszöntöttem, mert egész idő alatt arra vártam, és nyilván nem én vagyok egyedül ezzel, nem vagyok egyedül ebben, hogy újra együtt lehessünk, kiállításokat nyithassunk meg, képekben gyönyörködhessünk, előadó esteken vehessünk részt, könyvbemutatókon, és így tovább. Váratlanul szakadt ránk ez a vészhelyzet annak idején még márciusban. Nyilván mindenki emlékszik rá, hogy már terve voltak véve a programok, mindenki előjegyezte a naptárában, és hirtelen úgy alakult, hogy ezeket nem lehetett folytatni. Biztosíthatok viszont mindenkit arról, hogy azon vagyunk, hogy az elmaradt programokat is minél előbb pótoljuk, majd tessék figyelni a programokat. Zsuzsa egész biztosan gondoskodni fog róla, hogy mindenkihez a megfelelő csatornákon eljusson, és hát bízva abban, hogy nem lesz nagyon erős második hullám, olyan gazdag őszi programunk lesz, amilyen talán még sohasem, hiszen a már betervezett programokat is meg fogjuk tartani, az elmaradtakat pótolni, és így tovább. De ha ne adj Isten, mégis kellene valamennyi szünetet tartanunk közben, akkor is mindig újult erővel újra fogjuk kezdeni. Külön öröm számomra az, hogy éppen Sándor Margit kiállításának a megnyitásával kezdhetjük újra a DAP Klub programjait. A törzstagok bizonyára emlékeznek rá, hogy másfél évvel ezelőtt láttuk már az ő kiállítását, akkor Oroszországról, Moszkvától a Bajkáltóig címmel egy transzibériai útnak az emlékeiben gyönyörködhettünk. Most egy másik hatalmas országról szóló kiállítást nézhetünk meg, Amerikáról szól, pontosabban Amerikának egy bizonyos részéről. Egy kicsit még Kanadáról is, Toronto és a Niagara vízesés révén. Hogyha belépnek a terembe, akkor fogják azt látni, hogy a terem közepén megállva és csak úgy körbeforogva olyan érzésük lesz, minthogyha egy amerikai felhőkarcolónak a legfelső szintjéről néznének körül, különböző ablakokon kikukucskálva, turista szemmel. Látjuk tehát Amerikát ezeken a képeken, és ahogy mondtam, egy kis ízelítőt még Kanadából is. Alulról felfelé csodálkozunk rá a hatalmas felhőkarcolókra, tornyokra, aztán felülről lefelé nézünk, és közben látjuk az örök tükröződéseket, a művészetnek az örök jelképét, tükröződés itt, ott, tónak a tükrén, üvegfelületeken, és így tovább. Mindezt ezúttal is, mint a múltkor vásznakon. Nagyon tetszik nekem, és szerintem a közönség többi részének is ez, hogy vásznakon jelennek meg ezek a fényképek. Egészen más hatásuk van így, mint hogyha papíron látnánk őket. Egy kicsit festményszerűvé, kicsit olajfestményszerűvé válnak, de éppen csak annyira, hogy ne a szokványos fényképeket érzékeljük. New Yorkot, Washingtont látjuk, a kettő között Philadelphiát, az észak-amerikai kultúrának az emblematikus helyszíneit, és azokat a látványosságokat, amelyeket biztos, hogy minden turista megnéz, hogyha ott jár, csak hogy most Sándor Margitnak a szemén keresztül, úgy, ahogy valószínűleg még sohasem láttuk. Egy kicsit megtanít minket nézni, mint minden képzőművész. Tekintsünk tehát ki ebből a képzeletbeli felhőkarcolóból. Jó nézelődést kívánok mindenkinek. Köszönöm szépen a figyelmet. Tisztelettel felkérem dr. Puskás István urat, a debreceni kulturális területért felelős alpolgármester, szíveskedjen a kiáltást meg. Köszönöm szépen. Tisztelt hölgyeim és uraim, látják, egy igazi fotográfus még akkor sem pihen, akkor sem tud megállni, amikor őt ünnepeljük.
amikor porondon van, akkor is, ha egy gépet lát, akkor egyből kezébe veszi, és megörökíti azt, ami körülötte történik. Azt gondolom, hogy ennél jobb bevezető nem is kell a kiállításhoz, látják most, és most sem tudja tűtőztetni magát, és a gépet vesz a kezébe, de hát pontosan erről szól a fotográfia, megpróbálni megállítani az időt, megpróbálni a múlandót valahogyan rögzíteni és átörökíteni a jövendő számára, a jövő számára, valahogyan az emlékezetbe írni, vagy az emlékezetbe fixálni, rögzíteni azt, ami egyébként elmúlna, és esetleg csak a legjobb esetben is csak a fejünkben, az emlékezetünkben tudna megmaradni, de ilyen módon tud rögzülni, és tudja dokumentálni azt, ami velünk történik, azt, amit mondhatjuk úgy, hogy az életünk. Egy különös, bizonyára sokak számára nehéz időszakon vagyunk túl, és az első szó részemről is az örömé kell, hogy legyen, az afelett érzett örömnek a kifejezése kell, hogy legyen, hogy újra itt vagyunk ennyien, és újra éli Debrecenben a kultúra az életét, és újra közösséget tud teremteni, illetve tudja éltetni a város közösségeit a kultúra. A város belvárosában, Debrecen belvárosában néhány nappal ezelőtt, vagy akár néhány héttel ezelőtt is mondhatjuk most már ezt, elkezdte a kultúra kinyitni a tereket a város felé, elkezdett újra működni a város lakosai számára, elkezdett újra közösséget építeni, magához hívni a város lakosait, és szórakozást, élményeket kínálni a város lakosai számára. A mai nap azért egy különösen örömteli pillanat, mert a belvárosból eljövünk ide, először a Dabszékházba, először lép ki a kultúra talán hosszú hetek, hónapok után a nagyon szűkös tereiből is, és elkezdi belakni most már tényleg intenzíven a város. Bízom benne, hogy az elkövetkezendő hetekben aztán minél több ilyen eseményre fog majd sor kerülni, aminek köszönhetően a kultúra nyüzsgő élete tényleg az egész várost át fogja hatni. Ebben egy nagyon fontos pont ez a mai délután, hiszen itt vagyunk az Akadémiai Bizottság székházában, egy nagyon is kellemes nyári környezetben. Amikor ennek a kiállításnak a szervezése elkezdődött néhány héttel ezelőtt, akkor még nem gondoltuk azt, hogy olyan szerencsésen fognak alakulni majd a dolgok a városban, hogy tényleg újra közösségként újra sokan együtt tudunk jönni, és ez a formátum, ami kitalálódott, hogy itt a kertben kerüljön sor a megnyitóra, ez először egy biztonsági intézkedésként indult, de szerintem lehet, hogy születik egy olyan új megoldás, egy olyan új formátum, ami része tud majd lenni a kultúra életének a városban, hiszen ebben a zöld környezetben, a fák alatt, a friss levegőn ülve, és elmélkedve egy picit a ránk váró élményekről, amik bent a teremben várnak, ez lehet egy olyan mód, ami érvényes tud maradni akkor is, amikor valóban már teljes minőségében tudunk a kultúrával találkozni, illetve tudunk közösségként együtt lenni. Érdekes párhuzam, hogy szombaton a belvárosban, a belvárosi kirakatokban, ami ugyancsak egy ilyen rendhagyó formátum, ugyancsak egy fotográfiai kiállítást nyitottunk a Bauhaus Contemporary címmel, kortárs magyar fotográfusoknak a Bauhaus örökségére történt reflexióit mutatja be ez a kiállítás. Ugye a Bauhausnak nagyon sok köze van Magyarországhoz, és nagyon sok köze van a fotográfiához, és a Bauhauson keresztül is szervesült a magyar fotográfiai tevékenység, a magyar fotóművészet egy nemzetközi kontextusba. Azt gondolom, hogy elmondhatjuk, hogy a magyar képzőművészetnek kevés olyan fontos területe van, és nemzetközi hatást gyakorolt területe van, mint a fotográfia. A belvárosban lévő kiállítás az erre reflektál, ezt a nemzetközi kontextust, ezt a nagyvilági látásmódot, vagy ezt a perspektívát hozza el Debrecenbe. És egy sajátos módon a mostani kiállítás is hasonló összefüggésben működik, de egy teljesen más perspektívából, hiszen most nem máshonnan ideérkezett vendégművészek mutatják,
mutatkoznak be és mutatják be a magyar fotográfia legjobb hagyományait egy kiállítás formátumában, hanem Sándor Margit személyében egy igazi személyes történet, egy igazi debreceni történet, egy igazi debreceni alkotó és egy nagyon fontos debreceni hagyomány érkezik el a következő epizódjához ezzel a kiállítással. Maga Sándor Margit is már 40 éve része a város művészeti életének kiállításaival. Fel se lehet sorolni, hogy hány helyszínen, művelődési házakban, közösségi házakban, az egyetemen, galériákban, de egyébként akár a városon kívül is, külföldön, Franciaországban vitte a város kultúrájának jó hírét, és tudósított nem a városon kívül arról, hogy mi is történik Debrecenben. Számunkra pedig vagy a saját életünket kell szembesített minket, engedett reflektálni a kiállításaiban, vagy éppen a nagyvilágot mutatta be. Én emlékszem, hogy volt szerencsém néhány évvel ezelőtt egy velencei karneválon készült fotósorozat, egy abból összeállított kiállítást megnyitni. Az számomra egy különösen kedves történet volt. Most egy, a nagyvilágnak egy másik nagyon izgalmas pontját mutatja itt be nekünk. Tehát ez a történet, a Sándor Margit története, a mi történetünk, a debreceniek története. Számomra azért is különösen kedves és fontos történet, mert városunk életének, történelmének részei azok a nagy fotográfusok, azok a fotográfiai életművek, amelyek vagy itt születtek a városban, vagy nagyon szorosan a városhoz kötődnek, gondolhatunk a Szipál Mártonra, a Szipál familiára, a dinasztiára tulajdonképpen, vagy éppen a Hapák életműve, Hapák József életművére. És ha már Hapák Józsefet és a Szipál családot említem, egy újabb számomra nagyon fontos ponthoz érünk a Sándor Margit művészetében is, ez pedig az a tény és az a helyzet, hogy valami nagyon eredeti, nagyon autentikus módja működik mindannyiuknál a képzőművészetnek. Ez pedig az, amit a latin az ars szóval tud összefoglalni, ami egyszerre jelent mesterséget és egyszerre jelent művészetet is. A fotográfiának azt az ágát művelték és művelés Sándor Margit, amiben összeér a fotográfiának a nagyon jó értelembe vett hétköznapisága, a hétköznapi életre való folyamatos reflexiója, valamiféle praktikuma, gyakorlatiassága és egy nagyon magas művészi tartalom. Azáltal, hogy mindannyian gondolom nagyon jól tudják, hogy a Sándor Margit műterme a belvárosban, a Bem téren, vagy a Déri téren található, elnézést, és hosszú évtizedek óta ez a műterem, ez a város lakosainak a szolgálatában áll, és családoknak a százait vagy ezreitnek az életét örökítette meg, és hozott létre ilyen módon egy nagyon értékes archívumot a városunk életéből, ami valamikor majd egy későbbi vagy közelebbi jövőben biztos vagyok benne, hogy egy nagyon fontos kordokumentuma lesz majd Debrecen 20. század második felében zajlott történeteinek, hétköznapi történeteinek, életének. Majd eljön az az idő, amikor az utódaink kedvel fogják ezeket a fényképeket nézegetni, mint ahogy mi nézegetjük most mondjuk a két háború közötti, vagy a még régebbi fotográfiákat, és próbáljuk meg rekonstruálni azt, hogy milyen is lehetett az élet, milyenek is lehettek az elődeink, akik ezt a várost látták évtizedekkel ezelőtt. Önmagában már ez is egy nagyon fontos teljesítmény, azt gondolom, és a fotográfiának, amivel kezdtem az elején, ugye ez a jellegzetessége az, hogy pillanatokat rögzít a zajló életből, kiragad, kimetsz pillanatokat, és azt a jövő felé közvetíti és rögzíti. Önmagában már ezzel a munkássággal is beteljesedik, és már ezen a jogon is azt gondolom, hogy egy nagyon fontos helyet foglal el a városunk életében és a város kultúrájának történetében, minden túlzás nélkül. De ezen túl azok a személyes érdeklődések, azok a kíváncsiságok, az emberi tekintetnek az örök kíváncsisága, amivel a világra tekint, és aztán az élményeket megpróbálja rögzíteni a fotográfia által, ami a Sándor Margit munkásságának mindig is a része volt, még plusz értékeket is tesz ehhez.
mégpedig jelesül azt, hogy, hogy a világban utazgatva az utazó szemével, a turista szemével, de a turistának, az utazónak az érdeklődő, az idegen világot megfejteni próbáló, felbontani próbáló tekintetével rögzíti ezeket az élményeket a fotográfia segítségével, amelyeket az utazás során szerez, és aztán a kiállítások formájában ezeket megosztja velünk, megosztja a közösségével, megosztja jelen esetben Debrecen város lakosaival, és ilyen módon is ide a város számára hozza a nagyvilágot. Ezek a kiállítások lehet, hogy észrevétlen apróságnak tűnnek, vagy akár teljesen természetes gesztusoknak tűnnek, de azért gondoljuk bele, hogy mégiscsak arról van szó, hogy nagyon direkt, nagyon közvetlen módon tudunk találkozni a város határain kívüli világgal, kapunk róla információkat, és mindezeket tényleg nagyon érzékenyen megmutatva, tényleg nem csak dokumentumokként, nem csak turisztikai propaganda fotókként, hanem valahogyan engedve mögé látni, belelátni abba a világba, ahonnan tudósítanak ezek a fotók. És hogy most 2020 nyarán ennek milyen egészen különös és drámai jelentősége lesz, az pedig minden bizonnyal meg se fordult a fotográfus fejében, amikor az amerikai útja során ezeket a képeket készítette, hiszen itt tulajdonképpen valamilyen módon egy elmúlt kor dokumentumai is lesznek ezek a fotók, hiszen ez a tavasz, ez minden bizonnyal egy vízválasztó a kultúránk életében, a globális kultúra életében. Én nem úgy nézni ezeket a fényképeket, amikor az előbb körbejártam a kiállítást, hogy ne facsarodjon meg egy picit a szívem, hogy ezek a boldog békeidőknek valami olyan korszaknak a dokumentumai, ami már nincs. Nem lehet mondjuk a New York-i képeket nézni, anélkül, hogy az embernek ne ugranának be a Central Park ból az elmúlt hetekben látott képek, vagy az ismerősöknek a Facebookon közvetített képei azokról az állapotokról, amiken mondjuk New York városa keresztül ment, vagy éppen ugye akár csak a napi híreket is követve, az, ami az Egyesült Államokban történik, az nem tud nem rávetülni ezekre a képekre, és nem, én legalábbis nem tudtam nem enélkül a hát, ha úgy tetszik, melankólia nélkül nézni ezeket a képeket. Lehet, hogy ez az érzés el fog majd múlni, lehet enyhülni fog, lehet, hogy ennek a nehéz néhány hétnek, hónapnak az emléke majd halványulni fog, és magunk mögött fogjuk ezt tudni, és majd úgy kisimulnak a dolgok, és ez elfelejtődik, és valahogyan visszafűződik a jelenünk ebbe a múltba, de én most 2020 júniusában nem tudok úgy nézni ezekre a képekre, mint egy valamilyen módon egy vízválasztón túli, nem csak a nagy tengeren túli világra, hanem időben is egy múltávált helyzetre. És nem tudom, tényleg azt a fajta tulajdonképpen derült és napfényességet, ami ezeken a fotókon megmutatja számunkra egyébként a sokszor nagyon is, hogy itt a távoli Kelet-Európában magát nagyon sötétnek, nagyon komornak mutató Amerikát, ezt itt egy valamiféle derűvel és napfényességgel mutatja fel, és sajnos tényleg nem tudok arra gondolni, hogy ez a világ, amikor ezek a fotók készültek, ez már nincs. Már ha most térünk vissza az Egyesült Államokba, vagy most jutunk el majd az Egyesült Államokba, akkor már nem abban a világban fogunk érkezni, amiket ezek a fotográfiák mutatnak nekünk. Úgyhogy ez a fajta drámaisága számomra mindenféleképpen ott van a kiállításban a képeknek, még akkor is, hogyha majd látják, hogy ezek egyáltalán nem ilyen értelemben drámai képek, hanem tényleg Amerikának egy nagyon szimpatikus, nagyon szerethető, nagyon izgalmas képét mutatják meg. Számos olyan perspektívából, amit tényleg egy olyan tekintet tud csak észrevenni, mint a Sándor Margit, és csak egy olyan fotográfus tud rögzíteni, mint ő. Úgyhogy köszönjük szépen neki ezeket a képeket, és önöknek pedig majd kellemes estét kívánok a fotók nézegetéséhez.
Befejezésül hallgassuk együtt szaxofonon Bence Mátét. Elhangzik Eugén Bozza, 6-os kaprik. Megköszönöm dr. Puskás István kulturális alpolgármester úr megnyitó beszédét, megköszönöm Rácz István professzor úr köszöntőjét, Bence Máté közreműködését, megköszönöm Sándor Margit fotográfusnak, hogy rendelkezésünkre bocsátotta a kiállítás anyagát. És nem utolsó sorban, megköszönöm önöknek, tisztelt hölgyeim és uraim, kedves barátaim, hogy ilyen szép számmal megtiszteltek bennünket jelenlétükkel. Itt hívom fel a figyelmüket a következő rendezvényünkre. Július 22-én, szintén 17 órakor Keresztes Zsuzsa ronyképésznek lesz kiállítása, melyet dr. Vitéz Ferenc, a Hittudományi Egyetem docense nyitja meg. A mostani kiállítást a körülményekhez alkalmazkodva 20 fő látogathatja egyszerre, tehát hogyha vége lesz a megnyitónak, akkor kérem szépen ezt tartsák be. A most jelenleg fentlevő képek, illetve alkotások megvásárolhatók. Amíg nézik a kiállítást, a művész, illetve családja szívesen látja önöket egy pohár borra és egy pogácsára. Köszönöm a megjelenésüket. Igen, igen, igen.